Ismét a mindennapok része lesz a kultúra. Több mint 5 hónap után ugyanis hétfőtől megnyithatnak a színházak és a mozik Szerbiában. A válságstáb pénteken meghozott döntése szerint természetesen minden megelőző intézkedést be kell tartani a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Trebamo naglasiti da će biti obavezno pridržavanje svih preventivnih mera koji rizik prenošenja respiratornih infekcija svedu na minimum. To se pre svega odnosi na broj karata koji uopšte može da bude prodat, to je ukupan broj sedišta podeljen sa 2, znači duplo manji kapacitet uz poštovanje mera fizičke distance, znači 1,5 metar između gledalaca. Darija Kisić Tepavčević kiemelte, a maximális nézőszám 500 fő lehet. A válságstáb nem csak a kultúra kedvelőinek szolgált jó hírrel, hanem a városi szállodák tulajdonosainak is. Ők ugyanis állami támogatásban részesülnek. A járvány megjelenése óta ez az első intézkedés, amely közvetlenül erre az ágazatra vonatkozik. Država će izdvojiti 350 evra za svaki ležaj i dodatnih 150 evra za svaku sobu, dakle jednokrevetna soba dobit će 500 evra državne pomoći. A szubvenció folyósításának feltétele, hogy a szállodák üzemeltetői az év végéig nem bocsáthatják el alkalmazottaik több mint 10%-át.